Az elmúlt héten az amatőrkupában szerzett elsőségét ünnepelhette a Sényű a Nagykanizsa elleni 3 1 -e siker után, a megyei első osztály 25. fordulójában pedig a bajnoki címet biztosította be Sándor Tamás együttese. A listavezető idéglenes otthonában kemecsén fogadta a mándokot, és 2 1 győzelmével matematikailag is biztosá tette azt, amit jó ideje tudni lehetett, azaz a Sényű megnyerte a megyei első osztályú bajnokságot. A második helyen álló Nyírgyulaj egy nyelv Balkányban, a harmadik nagy Vashalász pedig a Rakamasz 2 óra, a Tiszavasvári 4 óra bizonyult jobbnak a Domrádnál, a Bartoló rendháza gózáporos meccsen 6-2-re ütötte ki a kótajt. A Tuzsér szalka találkozó 2-1-es, a Vásárosnamény Nami fehérgyarmat mérkőzés pedig 3-0-ás hazai győzelemmel végződött. Az egyetlen döntetlent a Nagy Ecset mérkőzés hozta, amelyen két-két gólt szereztek a csapatok. A tabella élén a Sényű áll 70 ponttal, megelőzve az 55 pontos Nyígyulajt és az 50 pontos Nagyhalászt. A Mándor a Vásárosnaménynek 42, a Vásárosnaménynek 41, a Nagyecsednek pedig 40 pontja van. Az alsó régióban a 12. fehérgyarmat eddig 23 pontot szerzett. Mögötte egyaránt 21 pontja van a domrádnak és a Máté Szalkának. Őket követi a 18 pontos Rakamaz, a sort pedig a 11 pontos Kótai zárja. A 26. forduló párosítása a következő Domrád baktaló rendháza, Tarpa-Tiszavasvári, Nyírgyulaj-Vásárosnamény, Máté Szalka-Nagyhalász, Mándok-Tüzsér, Kótai sényű, az balkány és Fehérgyarmat gyarmat nagy